Szombaton Miskolcváros napján kiderül, melyik nedű lesz Miskolcváros bora 2019-ben. A szakemberek ma osztályozták a borokat, hogy eldöntsék a három kategóriában, melyik reprezentálja méltóképp a várost a következő két évben. A 8. avasi borangolás 3 napig tart a történelmi avason. Nézzük mindig a gyümölcsösséget, a fűszerezettséget, a virágillatot. Néhány szempont, ami alapján megszületik majd a döntés arról, hogy melyik nedű legyen Miskolcváros bora 2019-ben. 39 mintából zajlott a válogatás, amelynek végén 3 kategóriában választják meg Miskolc borát. 3 borvidék, az Eger, Toka és a Büki borvidéknek a borait küldték el a borászok. Alapvetően egy 100 pontos rendszerben dolgozunk, a színt, az illatot, az összbenyomást és egyebeket tudtunk nézni. Hát most ugyanez a feladat a 3 bíráló bizottságban, a fehér, a vörös és a desszer bizottságban. 2 évenként választják meg Miskolc borát, mondta Figler Péter. Az alpolgármester maga is részt vett a borok osztályozásában. Csupa szakember hívtunk meg annak eldöntésére, hogy melyik legyen Miskolc város bora, fehér szárazborban, fehér édesborban és vörösborban. Azt gondolom, hogy ez a szakmai zsűri olyan bort, olyan minőségű bort fog kiválasztani, amelyet bizton és bátran adhatunk majd vendégeinknek ajándékba, hogy vigyék haza Miskolc és Miskolc bora jó hírét. Hogy melyik lesz Miskolc bora, május 11-én derül ki. Pénteken és szombaton az avasi borangoláson mintegy 70 borász kínálatával életre kelnek az avasi pincesorok, ahol koncertek, nyitott pincék és Miskolc legjobb éttermének gasztronómiai kínálata várja a látogatókat.